Tak jó. Sziasztok, Horák Gyuri vagyok, és akkor arról szeretnék beszélni, hogyha valaki billentyűzetet szeretne építeni magának, akkor milyen dolgokat kell átgondolnia. Az én történetem úgy kezdődött, hogy 2 éve volt egy ingüvegyulladásom, és elkezdtem nézegetni, hogy milyen ergonomikus billentyűzeteket lehet kapni, de annyira nem felelt meg egyik sem, úgyhogy tovább nézelődtem, és végül összeraktam magamnak egyet. Hát nézzük, hogy mi is az a billentyűzet. Hát a számítógép egyik legősibb alkatrész, 1870-es évektől kezdve nem túl sokat változott. Általában a QWERTY kiosztást használnak rajta, és 104-105 gombos. Mi is az a QWERTY kiosztás? Ez a Christopher Latham Scholz nevű úriember alkotta meg azért, hogy az írógépnek a karjai ne akadjanak össze, amikor valaki gyorsan gépel rajta, ezért a leggyakrabban használt gombok nem túl közel helyezkednek el egymáshoz. Több alternatíva is létezik, elég kevesen használják őket. Misa, hogy is néz ki egy átlagos billentyűzet, amit a boltba kapunk néhány ezer forintért? Gumiharangok vannak benne, amit amikor lenyomunk, összeomlik és összeérint két membránt, amin ilyen vezetői szál futnak, zárja az áramkört, és akkor van lenyomva a gomb. Ja, ez elég olcsó előállítani, viszont általában nem túl magas minőséggel bírnak ezek. Mi, például nekem a problémám átlagos billentyűzettel, én nem szeretem ezt, amikor földig kell nyomni a gombokat és csattanak az alján. Maga a membrán az sérülékeny lehet, belönti az ember a kólát, aztán nem működik. Én nem szeretem ezt a, ezt a eltolt staggeringnek nevezett dolgot, hogy a sorok egymás fölött el vannak tolva balra valamiért. Illetve a játékosok szoktak panaszkodni arra, hogy egyik billentyűzetnél lenyomnak 3 gombot, egy negyedik is lenyomódik, ezt hívják ghostingnak, vagy maximum 2-3 gomb lenyomáson megy el a számítógép felé, ami szintén nem feltétlenül jó. Hát, hogyha az ember billentyűzetet akar építeni magának, akkor először is szüksége van egy nyáklapra. Ez például olyasmi, mint ami az enyém, egy ilyen osztott billentyűzetnek a nyáklapja. Vagy lehet ilyen 60%-osnak nevezett billentyűzetet építeni, esetleg egy ilyen tenki lesznek nevezettet, amiről hiányzik a numpad. Ezek mind open source projektek egyébként, az ember letöltheti a nyáklapot, módosíthatja, aztán legyártatja és folytatja a dolgokat. Általában kell fölé egy tárca, ami tartja a gombokat. Ez szintén ilyen apró dolgokat azért meghatároz a billentyűzeten. Például ez a legutóbbi nyáklaphoz tartozó Phantom nevű billentyűzethez tartozó tálca, ez ilyen amerikai enteres, de aki ezt nem szereti, az európai kétsoros enterest is rakhat fölé, vagy valami több speciális, aminek a gazda ilyen szupertrükkös kiosztást szeretett volna magának. Kellenek még vele mikrokapcsolók, a legelterjedtebb az a Cherry MX család, amit relatíve olcsón kiskereskedelmi ára olyan 1 dollár környékén van, tehát annyira nem olcsó, de ezerféle változata van, és aki ezzel se elégedett, az Koreából tud bele különböző erősségű rugókat rendelni, kicserélni, olajozni, stb. Aztán el kell dönteni, milyen gombokat teszünk a kapcsolók fölé. Kérdés az, hogy milyen legyen profilja, milyen legyen színe, ezek csak a szürkék egy gombgyártónak a honlapjáról, milyen műanyagból legyenek ezek a gombok, illetve hogy a felirat legyen-e rajta, ne legyen, milyen betűtípus legyen és milyen technológiával legyen fölvéve. De nagyon szép megoldások is vannak, a fórumokban az emberek terveznek maguknak gombokat. Kell még hozzá valami doboz, amivel bepakoljuk az egészet, ez régi billentyűzetből jöhet, fából faraghatjuk, 3D nyomtathatjuk, vagy akár CNC-vel maradhatjuk alumínium tömbből, minek mi tetszik. Illetve kell hozzá egy kontroller, ami tipikusan valami ottnál származik, és én például fejlesztettem is bele egy kicsit, aki kíváncsi rá, az megnézheti. Én azért építettem a billentyűzetemet, hogy kicsit kényelmesebb legyen, de nem feltétlenül ez a tipikus.
van, aki szeretne magának venni rá ilyen mindenféle koponyákat, $100 környéken ezt megteheti, vagy Darth Vader, vagy mindenféle színes fémből készült gombokat, akár vannak esztétikusak is, és nem csak fiúknak. Így néz ki mégis az én billentyűzetem, amit megtekinthető, és majd a előadások után kipróbálható. Illetve ennyi. Kérdések? Milyen jövőbeli trendek figyelhetők meg ezen a billentyűzet kialakításán? Hát... Például a Google szemüvegéhez, hogy is fogadják meg ezt? Hogy? Hát, ezek elég konzervatív fiatalemberek, akik ezekre a fórumokon megfordulnak, és inkább ilyen kézzel összerakott az enyémhez hasonló mechanikus kapcsolós billentyűzetekbe gondolkodnak még egyelőre. Itt is két irány van, ahogy mondtam, hogy akik valami hasznosat akarnak csinálni, úgymond, meg akik valami szépet, vagy titániumból csinálnak maguknak space-t, meg ilyenek, nagyon jók azok is. De ilyen alternatív megoldások még nem nagyon láttam én. Mennyire jött ki a végén? Ez egy csodálatos kérdés, ez a hátsó billentyűzet Kínából rendeltem. Az volt olyan 18.000 forint, azért, hogy abból már kiforrasztom a gombokat, de az túl jó volt, hogy kiforrasztom belőle a gombokat. Hát körülbelül kétszer annyiból jött ki. És ja igen, hát bár kettő, persze, igen. Meg hát volt benne néhány munkaóra. Te voltál? Mennyi idő alatt alakult ez ki, hogy számomra ez a legkényelmesebb, illetve hogy ezt majd egy iterációra jött össze, hogy ez most hát először vettem egy hagyományos nagygyártó által gyártott ergonomikusnak nevezett billentyűzetet. Az is segített másokat, nincs így megtör az ember keze, hanem így van, az másokat segít. Ez nekem jóval kényelmesebb, de ez szerintem nagyon szubjektív, hogy kinek mi. Szerencsére. Mennyi idő volt ez? Hát ez volt a második próbálkozás. Igen. Kb. Mennyi ideig bírja egy ilyen saját készítési tudsz? Hát a Cherry MX kapcsolókra azt mondják, hogy 50 millió leütést bírnak ki. Még nem járok ott. Tehát akkor ezt nem széletedre készítetted lényegében? Hát lényegében igen. Uha, akkor menjünk. Most is megrendelésre készítettél? Én nem, de vannak akik igen. Vannak ezek a fórumok, hogyha föllátogatsz rájuk, ott vannak, akik csinálnak ilyeneket, igen. Jó lett, hogy viszonylag ilyen standard, mint ez a fajta billentyűzet. Mennyire szabta a testet? Hát azt semmiképp nem nyúltam a méretekhez, tehát a nyáklapot azt úgy egy-egybe úgy használtam, ahogy van. A testi szabás inkább a firmware terén volt, hogy milyen kiosztásokat tudok rajta váltogatni, meg tudom én egérként is beregisztrálja magát, és egérként is használható, meg... Hát, kollégák is szívesen használják. Hát egérként. Az USB protokoll az jól le van definiálva, ezt olvasgattam egy ideig. Ő több USB eszközként regisztrálja be magát, és nem volt olyan egyszerű, de például Enki rollover-re van, tehát bárhány gombot le tudsz nyomni, mindegyiket megkapja a modern operációs rendszer. Például a BIOS az nem tetegy ezt. Viktor? Kóla, még nem, és nem szeretném a kollégákat se, ha kipróbálnék. Mennyire rossz ez után visszatérni egy standardnél? Hát otthon a barátnőm nem szeretné ezt használni, és szereti a feliratok is vannak. Inkább párhuzamosan a kettőt használni rossz. Tehát, igen. Régebben sokkal gyorsabban gépeltem hagyományos billentyűzetet, mint most hagyományosan vagy ezen. De látszik a javulás. Köszönöm, sörmentén még lehet kérdezni, és nem elborítani a szem.